Köszönöm szépen. Hogy nincsen semmiféle tartozásom, se hová se. Sokan vették meg a tavalyi bérletek lejáratának utolsó napján az idei parkolási engedélyeket. Ezek kiváltásához a keszthelyieknek a forgalmi engedély, a lakcímkártya és egy igazolás szükséges a helyi adócsoporttól. Ezekkel együtt tudják igényelni a kedvezményes matricákat. A befizetést követően azonnal készhez kapják az ügyfelek az engedélyeket, így akár rögtön fel is lehet azokat helyezni a gépjárművek szélvédőire. Minden évben kiváltom a bérletet, én a Georgikon utcában lakom. Az igaz, hogy van a házban, az udvaron nekem parkolóhelyem, de amikor nincsen, valaki más elfoglalja, akkor szükségem van nekem arra, hogy az utcán parkoljak, és a Vakbottyán utca és a Deák Ferenc utca között területre mi kapunk az ott lakók egy olyan kedvezményes parkolóbérletet, amit minden évben január 31-éig kiváltunk itt a parkolóirodába, és akkor egész évben tudok parkolni ezzel a kis matricával, amit most fölhelyeztem az autóra. 2023-hoz képest nem változtak a díjszabások és a feltételek sem. A piros lakossági bérlet 19 000-be, a sárga pedig 8500 forintba kerül a keszthelyieknek. A kiemelt díjövezetben éves szinten 25 000 forintért lehet megváltani a parkolóbérleteket. Tavaly évben ugye egy nagy változás állt be, jelentősen változtak a díjszabások és a bérletfeltétel rendszere is. A bérleteknél úgy veszük észre, hogy inkább mindenki megvásárolja a lakossági kedvezményes, minden övezetre érvényes bérletét 25 000 forintért. Ezt látjuk legnépszerűbbnek, hiszen ez a, ha visszaosztjuk, egy havonta 2000 forintos költséget jelent. Ezt szerintem a legtöbb keszthely vállalni fogja most idén is. A Hello Keszthely alkalmazással a keszthelyiek napi 1 órát ingyen parkolhatnak a belváros meghatározott utcáiban. Ehhez csupán le kell tölteni az alkalmazást, és regisztrálni kell a rendszámot a parkoló irodában vagy a Turinformban. A parkolóbérletekhez hasonlóan ezt is meg kell újítani.